Köszönjük szépen. Cserünk, akkor fogjál létszés kezdet a nézőmű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 ző
300 millió forinttal támogatja az önkormányzat az Atomerőmű Sportegyesületet. A szerződést Szabó Péter Paks polgármestere, dr. Kovács Antal az ASE ügyvezető igazgatója írták alá. Az eseményen Pekári Géza, az MVN Paksi Atomerőmű vezérigazgatója is részt vett. Korábban ez a megállapodás megszüntetése került, fel lett mondva, mert a Paksi Atomerőművel folytattunk tárgyalásokat az építményadó kapcsán, de azt gondolom, hogy az azóta eltelt időszakban a nagyon jó párbeszédnek köszönhetően sikerült egy olyan megállapodásra sort kerítenünk, amely mindkét fél számára hasznos, és egy kompromisszumos megoldást sikerült találnunk. A szerződés értelmében most 300 millió forinttal támogatják az Atomerőmű Sportegyesületet azzal a céllal, hogy a 10 és 18 éves korosztály sportolási lehetőségeit, az utánpótlást nevelést, valamint a tömegsportolási módokat segítsék. Pekári Géza, az MVN Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója azt mondta, hogy az atomerőmű építményadójának egy része kerül az Atomerőmű Sportegyesületet. Egyesülethez támogatásként. Az erőmű számára rendkívül fontos az, hogy az ASE működjön, hiszen az egészséges munka és magánéleti egyensúly fenntartása érdekében nyilván fontos szerepe van a tömegsportnak elsősorban, hiszen az a 2500 kolléga aki, és a családtagjai, akik az erőmű üzemeltetésében közrejátszanak, számukra ez megfelelő lehetőséget biztosít, hogy a tömegsport szenvedélyüknek éljenek. A megállapodás jól tükrözi azt, hogy Paksváros önkormányzata, az MVN Paksi Atomerőmű ZRT és az Atomerőmű Sportegyesület tud és akar együttműködni, most és a jövőben is, húzta alá Pekári Géza. Kovács Antal, az ASE ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy nagyon fontos mérföldkő számukra ez a támogatói megállapodás. Az elmúlt években működési szükségletek kihívásával kellett megbirkóznunk, de ahogy az elmúlt időszak atomerőmű és város közeledését, ami gyakorlatilag 30 éve elkezdődött, most már odajutott, hogy a legtöbb rendezvényt azt igyekszünk közösen megtartani. Szinte nem is nagyon van olyan, amit külön az atomerőmű, vagy külön az ASE, vagy külön a város csinál. 20 ezeren vagyunk, nagyon nagy feladatokra készül a város, ez az egész társadalom, és ehhez az összefogás kulcskérdés. Dr. Kovács Antal kiemelte, hogy az ASE számára az élsport mellett a szabadidősport is fontos. Közel 1500 fős tagságuknak csak egy kis része élsportoló, a többiek szabadidősportolók különböző korosztályokból. A mostani megállapodás értelmében az elkövetkező években 200 millió forinttal támogatja az egyesületet az önkormányzat.